Bonyhói utazások emlékeiből nyílt kiállítás Bonyhádon a Vörös Martin Művelődési Központban. Német Kata, aki rajong ezért az afrikai országért, már 9 alkalommal járt ott, és az ott eltöltött idő emlékeit vetette vászonra. Én 9-szer voltam ott, és annyira jó kis világ van ott, tehát az ember más gondol, mert vannak ugye muszlimok is, meg keresztények, de annyira emberszerető, barátságos nép, segítőkész, hogy végül is nagyon belopták a szívembe magukat, és akkor így újra meg újra oda kellett mennem. Szóval egy ilyen vágy alakult ki bennem, hogy Marokkóba menjek. Beléptem a Bárka Művészeti Szalomba, meghívtak a Szekszárdon a Bárka Művészeti Szalomba, és ott kezdtem el festeni. És akkor végül is a saját képeimről, nagy részt a saját fotóimról festettem meg a képeket. Én szeretek mindent, virágokat, házakat, bár talán a házakat, az épületeket, azt szeretem festeni. Talán az, amelyik a legjobban közel áll hozzám, de egyébként mindegy, nem lényeges, ami megtetszik. Német Kata a fotózás iránti szenvedélyéből váltott át a festészetre, és ebben a Bárka Művészeti Szalon nagy segítségére volt. Egy-két képen már volt, mert ugye elkezdtem festegetni, és azért is hívtak meg, és akkor volt egy taggyűlés, ahol azt mondtam, ugye, mint kezdő, hogy azért most bocsánat a kifejezést, én elmókolgathatok itt 30 évig, de olyan jó lenne, ha valaki segítene, vagy tanítana, vagy nem lehetne, hogy összejövünk, és akkor a művészeti vezetőm mondta, hogy ha én megszervezem, akkor ő tanít minket. És akkor így elkezdtem szervezni, akkor még a civil centrumban voltunk a Béla Király téren Szekszárdon, és akkor minden második szombat délelőtt elkezdtünk festeni, és akkor elkértem a kulcsot, kinyitottam, bezártam, és így rá voltam arra, én könyvelő vállalkozó vagyok egyébként. Tehát éjjel-nappal dolgozom, és akkor ez arra késztetett engem, hogy minden második hétvégén biztos, hogy festeni fogok, mert ki kell nyitnom a termet, nem tudnak bemenni, tehát ez az én dolgom volt, és így alakult ki, és a mai napig is festünk. A festészet nekem az életmentés. Ugye én könyvelő vállalkozóként nagyon sokat dolgozom, és állandóan forog az agyam, és én, mint festő, ez teljesen kikapcsol. Amikor festek, akkor semmire se gondolok, csak arra, hogy hogyan tudom megalkotni azt a képet, és ez annyira kikapcsol, hogy teljesen fel tudok üdülni tőle. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog nekem. Életmentésnek találtam ki igazából, olyan saját magamat húzom ki a vállalkozásomból, hajamnál fogva, hogy azért azt is túléljem, mert nem egyszerű egy vállalkozónak, ma főleg nőnek. A képek akrilfestékkel készülnek, stílusukat tekintve pedig szürrealista vagy realista képvilágot örökít meg az alkotó. A színekből pedig a meleg árnyalatokat helyezi előtérbe a festményeken. Mert én azt gondolom, hogy a művészetnek az a lényege, vagy legalábbis szerintem, amit én gondolok, hogyha ide bejön valaki, akkor legyen tőle boldog. Tehát dobja föl őt, és ha kell, akkor akár napokig is él, lehet ebben a jó állapotban, Istenem, de szépet láttam, és akkor napokig el van vele, hogy milyen szép. És én szerintem a művészetnek ez a dolga, hogy fölfelé húzza az embert is, és boldoggá tegye. Azt szoktam viccesen mondani, hogy én biztos nem festenék olyat, hogy három feje van, meg egy balta a fejében, és akkor valaki az megy, és akkor az első kertben az első szilvafára fölköti magát tőle. Tehát én azt gondolom, hogy fölfelé kell húzni az embereket is, hogy boldog legyen a művészetemtől. Én ezt szerettem, hogyha ha úgy mennek el, meg látom, hogy mosolyog, hogy jaj, de szép, és akkor olyan boldogan elsétál. És akkor ez eltartott akár 2-3 napig is, hogy ilyen boldog állapotba került tőle, és nekem ez a legfontosabb. A kiállítás egész szeptemberben a Bonyhádi Vörös Martin Művelődési Központban hétköznaponként nyitvatartási időben látogatható.